nagyon idegesnek tűnik Mezzó. Starter indult a nyeretlen kétélsek versenyének első része, remekül jön ki az újon George Song a gépből, de elég hamar átveszi tőle, talán majd Lili, valamint Tiltott Gyümölcs a vezetés. Tiltott Gyümölcs sokkal érettebben mozog, legalábbis a verseny legelején, mint tette ezt legutóbb. Megfogó is jól kezd, Lassába is jól kezd, úgyhogy a négy favorit ott van tulajdonképpen kivétel nélkül a frontban. Egy hosszal mögöttük Ace of Spades vezetésével jönnek a többiek. Macaron, illetve Riadó követi őket, ketten vannak kicsit lemaradva, Mezzo valamint Marcel duója. A túlsó egyenes feléhez közeledik a csapat, Lili kívülről előrébb látszik, mint a már lovagolt Tiltott Gyümölcs, közel van hozzájuk George Song és Lassába kettőse, megfogó is nagyon szépen jön a többiekkel, bent a falon pedig Riadó tartja Ace of Spades-zel egyetemben a lépést a favoritokkal. A fordulóhoz érve az utolsó 800 méter kezdetén a három favorit most már fej-fej mellett az első három helyen, belül Lili, mellette középen George Song, kívül pedig Lassába, Tiltott Gyümölcs mellé pedig megfogó fog megérkezni. Hát úgy néz ki azért, hogy ez a futam majd a favoritokról szól, sőt a három top favorit egyre inkább kezd meglépni a többiektől. Hát ők fogják eldönteni ezt a versenyt, efelől azért túl sok kétség talán most már nincs. Hátran azonban még 500 méter, és mindig teljesen egy vonalban a három ló. Belül Lili, középen George Song, kívül pedig Lassába. Nem dőlt el semmi, minimális különbséggel. Lili talán egyelőre vezet, Pajs Gábor, Stanislav Georgiev, kívül pedig Ifab Kozma István. Ez a sorrend. Ace of Spades az, aki talán meglepeti őket. Óriási rendülettel megérkezik Stanarevicssel, és lehet, hogy el fog száguldani mindenki mellett. Lili vezet, Ace of Spades azonban óriási rösszel jön. Lili vagy kívül, Ace of Spades. Lili vagy Ace of Spades, a harmadik el George Song. Lili vagy kívül, Ace of Spades. Lili megnyeri a versenyt. Ace of Spades lesz a második. A harmadik Lassába végül, ugye az újonc import végül negyediknek esik vissza. Pajs Gábor vezet egy egységgel, behúzta ezt a versenyt a jó esélyű Lilivel. Mögötte Ace of Spades valóban meglepte őket, pedig nagyon úgy nézett ki, hogy erről a háromról fog minden szólni. Harmadik pedig Lassába, és akkor George Song kiesett. Az, hogy újoncnak. Első verseny szerintem azért az is közre játszott. Lili pedig negyedik versenyében behúzza azt a győzelmet, amit én mondtam, hogy szerintem Pajsnak nagyon-nagyon kell ebből a két futamból legalább egyet megnyernie, mert hát most profitált. Tehát itt ugye középen van a később dobogóról is lemaradó George Song, belül a későbbi nyerő. Figyelem, befutási sorrend 8-as, 1-es, a harmadik helyre célfotó, a 2-es és a 7-es között. A konyarban azt mondtam, hogy a három favorit nincs kétség. Aztán a távoszokhoz érve meggyóltam győződve, hogy az egyes el fog száguldani mindenki, mert akkor a lendülettel jött, de Liriben volt még tartalék, és kivévi ezt az egészen komoly támadást. Lassába lesz majd a bronzérmes. A második futam nem hivatalos befutási sorrendje. 8-as, 1-es, 7-es. Ismétlem, 8-as, 1-es, 7-es. 8-1-7. Pici meglepetés, mert három fajból kettő ott van. Nyer az egyik, amire gondoltunk, de ugye a legnagyobb játék esik ki, és azért második végül az egyes Ace of Spades, úgyhogy... Egyszer van beütve egy harmadik helyre, egy 2-7-1-nél. Igen. Hát a Pajs Gábor pedig nagyon szép stílusban lovagolt, ugye két évesek versenyben ostor nélkül, szépen kézzel megtámogatva a lovat, ahogyan azt kell. Tört egy picit jobbra-balra, de csak minimálisra, senkit nem zavart, tegyük hozzá. És aztán Ace of Spades ezt a hátrányt nem tudta már behozni. Liliről szólva pedig mondjuk el azt, hogy egy nagyon megérdemelt győzelmet aratott a kanca, hiszen volt kétszer harmadik, egyszer második, és most az utolsó napon föltette a koronát egy győzelemmel. Jó kis versenyló Lili. 8-1-43, ez 8. Magas a sima befutó ismételten. 7-1, és a kettőben még hamarabb volt beütve, mint a 8-1. Igen, a három kedvenc közül talán érdekes volt, legkevésbé Lilit játszották. A kettes után, Lassába is csak utána. Jött az alai domítás. Menet közben a ködben lefutottak egy svájci versenyt, 1-4-9-3 lett a sorrend. A következő versenyben pedig nem indul majd a négyes, úgyhogy csak 9-en indulnak avansban. Itt van tehát a nyerő Lili, az Abovo Group. Ugye Lilit bemutatták itt egy próba utamban tulajdonképpen, és aztán az Abovo Group abszolút partner volt az elmúlt hetekben, hogy Pető Sándor részére ugye anyagilag is
beálltak a sorba és segítettek ennek a bizonyos prémiumnak a rájuk eső részét, legalábbis annak egy komolyabb hányadát felajánlották. Hát most lovuk, Lili is hozzátesz. Nekünk? Na, hallgassuk! És Gábor, mit Lili, jó esély volt, mi kellett ahhoz, hogy megnyerjétek ezt a versenyt? Unára, ugye nem hallottam. Mi kellett ahhoz, hogy megnyerjétek ezt a versenyt, hiszen jó esély volt, nagyon közel voltatok egymáshoz. Mi volt az a pici plusz, amivel tudott javulni? Hát a 1060 mindig jobban futott, úgyhogy most a táv is jó volt neki. A múltkori 1004 egy kicsit rövid volt és gyors volt neki, meg hát beért végre. Hogyan aludtál, hiszen akár champion is lehetsz, pláne, hogyha ilyen szép győzelmeket aratsz még a mai nap folyamán. Nagyon szomjas voltam. Hát igen, a sauna az ilyen. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánunk, és akkor remélhetőleg még látjuk Pajzs Gábort a mai nap folyamán. Igen, hát ez ilyen kitérőnek éreztem ezt a választ, ez szomjas hát volt. Nyilván... Kicsit, hogy megfelelt az igazságra, csak valahogy, mint hogyha nem akart volna különösebben nyilvánvaló. Javálni semmit sem a így is van. Küzdelemről. Hát egy minden esetre megvan a két csansz közül, és egy előny is megvan, de Ádi Aurigebnek azért lesz lehetőségét. Küzd, aztán a végén a harmadik hely az megint elúszik. Egyébként már akár a következő futamban leteheti a névjegyét a bolgár is, hiszen Oxford Tespianon fog ülni a totalizatőr handicapben. Ezért mondtam, hogy nekem Pajzs inkább az első két futamban sanszosabb volt, hiába favorit volt az újonc import, de mégiscsak újonc. Ugye most jönnek Georgievnek azok a kipróbált lovagy, Oxford Tespian, Mori Tamenanti, akár Greenpeace, bocsánat, Boasivon, aki azért egy picit még akkor is esélyesebb, mint ennél az újoncnál, hogy mint hogyha... Na, meglátjuk. Na, nem kell nagyon azért tippelgetni, mert arra ott volt a... Közben láthatjuk a futam indítását. Rögtön az elejétől Lilivel Pajzs Gábor nem akart semmit sem a véletlenre bízni, de hát igaz ez egyébként a többi küzdelemből lévő ló esetében is. Még Ace of Spades is ott van a középmezőnyben. Egyessel. Igen, itt még ugye látszólag ment, tartotta a lépést a többiekkel. Aztán ahogy elköszöntek a kanyarban tőle, ott azért neki is nehéznek tűnt a helyzete. Hirtelen robbantott. Igen, az első három az nagyon elment. Itt a gyümölcs most azért jobban kezd, egyébként, mint legutóbb. Szerintem némi javulást tudott is hozni. Hát Macaron az inkább itt a felé fejlődik, mint sem előre. Már beszélgettünk azért arról az 58-as formájáról, hát az nagyon, nagyon távol van az igazságtól. Itt pedig még csak az ötödik, hatodik helyen. Majd. Ace of Base, vagy Spade. Megfogót is közelebb vártuk, ezt is leszögezhetjük. Azért az 56-os szám után mindenképpen. Hát itt megmondhatatlan volt, megjósolhatatlan, hogy ki lesz a három közül a nyerő, aztán kis ilyen egyik sem lett. De végül Lilinek ez a minimális előnye kitart. Hát mondjuk a másik két üldözőjétől, tehát a jó esélyi lovaktól azért elköszöntő a jó két hosszal. Georgiev, mint hogyha a harmadik helyér már nem ez van megint lázban, de hát ez a legyen az ő dolga. Így lassabban a célig elmegy mellette. 8-1-7, Lili tehát győz. Pajzsnak van egy egység sikere, de hát lehet, hogy csak fél óráig, mert ugye most jön egy olyan futam, amikor ő nem lovagol. Nem is lovagol, így van. Hát nyilván dupla lehetőség. Annál is inkább, mert Oxford Tespian jó sansz. Totalizatőr handicap, de hát ez egy 3200 méteres futam. És itt azért bármi elképzelhető. Nagy Tamás is ugye nagyon bízik Survivorben, ahogy hallottuk. És hát, hogy itt van Radio Gaga rögtön egyessel, akinek a távol biztos, hogy nem lesz gondja. Sőt, ezzel a versennyel sem lesz gondja. Ugye múlt alapján. Beszéltünk számból esetén, hogy a gátverseny mennyire lassít le lovakat. Hát talán 3-2-re azért ez nem lesz mérvadó. Ráadásul Radio Gagának azért július végén síkon is volt egy olyan magas forma, amit egyébként tavaly előtt is tudott. Úgyhogy topsú ide vagy oda, azért a jó szansz. Hát persze 65 kg 3200 méteren, a nem kevés, úgyhogy a szürkének fel van adva a lecke, de hát ebben a mezőnyben ugye némi klasszis talán lehet ezt mondani Székely Károly idomítottjára, Dr. Ecsedi Letícia futtatója továbbra is a Radio Gagának, és hát lévőre, hogy ez is egy szabad felálltású handicap, alapvetően hát ugyanúgy nyerő sansza van, mint a többieknek, és szerintem azért ott a három favorit egyike lehet majd. Első a 8-as Lili. Második az 1-es Ace of Spades,
Harmadik a hetes, Lesába. Figyelem, bírói ítélet. Fél hosszal nyerve, ötnegyed hosszal harmadik. A kettes számú George Song, rövid nyakhosszal negyedik. A hatos számú tiltott gyümölcs, kilenc hosszal ötödik. Az ötös számú megfogó, három hosszal hatodik. A verseny lefutási ideje 1 perc, 44,5 másodperc. A győztes ló futtatója az Abovo Media Kft. Hivatalos a sorrend, úgyhogy lassacskár osztalékok is jönnek majd. És jön Voodoo Master, kettessel, Bakos Gábor lovagolja, majd Fézer Robert tréningéből. Egyébként Radio Gagára még annyit, hogy ugye ő 65-öt visz, a második legtöbb súlyt majd egyébként Oxford Thespian viszi hármassal, a túlsúly miatt 57 kilóval fog menni, de hát akkor is 8 kilót ad az utána jövő lónak is, tehát azért nagyon soknak tűnik Radio Gaga esetében mindez. Tehát Voodoo Master legutóbb ugróversenyt tudott nyerni, őt is beugratták, őt sem feltétlenül a síkon lévő eredménytelensége miatt, hiszen tudott nyerni versenyt síkra is. Fézer Robert tréningéből alul egy Ungaro Racinges telivérről beszélünk, és ebben a futamban is előre várható. Itt a 3200 méter, miközben kiírásban a osztalékok az előző versenyről, azért nagyon-nagyon megkeverheti a kártyákat ez a 3200 méteres síktáv. De hát Voodoo Master eláll oda, biztos, hiszen hát igen, azokat a lovakat, akiket ide neveztek, így nem elvileg, ki, igen, a távbírása talán nem lesz gond, ugye? Minden esetre a játékosok annyira nem bíznak benne, mint például Oxford Thespianban, de hát ennek ellenére Voodoo Master is odaérhet. Igen, ugye sík, az utolsó sík formája gyengébb volt, de Gáton nagyon-nagyon jól mozgott. Egyébként ugye mekkora különbség súlyban, ugye azért sok lovat, jóval több lovat neveztek erre a futamra, és aztán ugye érdekes módon, hogy behagyták a majdhogy nem top súlyjal kiszámolt Radio Gagát, és behagyták mondjuk Ranavalónát is, úgyhogy nagyon sok választási lehetőség ilyenkor nyilván nincs, ez megnehezíti talán a versenytitkár dolgát is, meg ugye hát ilyenné teszi a skálát, hogy nagyon komoly különbségek, amennyiben csak a tetejét adják indulónak, vagy csak az alját, akkor nyilván lehetne vele játszani, így viszont ott van ez a 13 kiló, ami egészen szembetűnőnek néz ki. Oxford hát 11, Thespian. Mert ugye Ranavalónak 3 kiló túlsúlya lovagolja majd Kriskó, de... Hát ugye, ha nem lenne Radio Gaga, akkor fejjel is lehetett volna menni akár a súlyokkal simán, és akkor nem kellett volna túlsúly, de hát ugye ezt, amikor a teherközlés megtörténik hétfőn, akkor nyilván nem lehet tudni, ki lesz majd indulónak is adva a futamba. Ez már abszolút a trénereken múlik. Radio Gaga is fut, Ranavalo is fut, és Oxford Thespian is, aki könnyen lehető találni jobb kedvenc lesz, erre tudja. 3-60-as, 3-1-máshoz hasonló forma, jó lovak között, azért Nánsó sorozatnyerő, esti fény nem kell magyarázni nagy díjban, jól mozog az elmúlt időben, ősszel Szuna Szabolcs idomítottja, a Szent Tamás Istálova 2-4-re, 2-8-ra is bizonyított, tehát a távval vélhetően neki sem lesz gondja, a nyerekben Georgiev, minden adott, hogy döntős legyen, hogy a győzelem összejönne, az jó kérdés, érdemes nézni be futójátékot. Ez alapján nincs favoritja a futamnak. De igen, szinte mint a második agárfutam az volt hasonló beütések skálája, színe. Négyessel jön a derbi.